A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben országszerte bezártak a templomok, nem fogadták a híveket az egyházi alkalmakon. A helyi református egyházközség istentiszteleti alkalmait is csak a televízión keresztül, vagy az online közösségi felületeken követhették az érdeklődők. A járványügyi veszélyhelyzet korlátozásain május eleje óta több ponton enyhítettek, így egyre több lehetőség nyílik a korábbi hétköznapok megszokott életritmusának visszaállítására. A hagyományos televízió az elmúlt hetekben összesen 10 alkalommal közvetítette a helyi református egyházközség istentiszteleteit. Május 17-től azonban kinyílnak az ajtók a hívek előtt, és a templomok ismét megtelhetnek élettel. Hogy milyen szabályok szerint és milyen egészségügyi óvintézkedésekkel várják a látogatókat a református templomba, arról Gacsai Gábor, a hajdunánesi református egyházközség vezető lelkipásztora tájékoztatja most a nézőket. Szeretném elmondani a istentiszteleti rendtartásunkkal kapcsolatos újabb fejleményeket, amit a Magyarországi Református Egyház zsinatának tanácsa hozott, és a következőt ajánlotta, hogy nyissuk meg a templomokat. Így teszünk mi is, tehát már most, május 17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor, a 10 órai istentiszteletre szeretettel várjuk kedves gyülekezeti tagjainkat, és természetesen mindenkit, aki szeretne eljönni, egy imádságot elmondani, hogy együtt legyünk, és így megköszönni Istennek, hogy városunkban, családunkban nem történt nagyobb baj és tragédia. Az istentisztelet menetével kapcsolatban szeretném elmondani, amire nekünk is felhívták a figyelmet. Szeretnék kérni mindenkit, hogy egy szájmaszkkal érkezzen, ami az orrán is legyen rajta, és a száján is természetesen. Három bejárati ajtónk lesz nyitva, a déli, a keleti és az északi. Ott egy-egy presbiter fogja fogadni a kedves templomba jövőket, és kézfertőtlenítés fog megtörténni. Ott minden elő lesz készítve ahhoz, hogy valóban úgy tudjunk belépni a templomba, ahogy az szükséges, magunkra és másokra vigyázva. Amikor beérkezünk a templomba, ott Editke és Irmuska fogja fogadni a gyülekezetünk tagjait és azokat, akik istentiszteletre jönnek, és el fogunk helyezkedni, segítenek ebben, hogy úgy tudjunk elhelyezkedni a padokba, mármint a gyülekezet tagja, hogy másfél-két méterrel legyenek egymástól. Ebben türelmet és megértést kérek, és valószínű ezt úgy fogjuk véghez vinni a gyakorlatban, hogy egy padsort kihagyunk, és a másik padsorba fognak ülni, ilyen fürészfogszerűen. Énekeskönyvet kérek mindenkit, hogy hozzon magával, tehát csak a saját énekeskönyvet lehet használni. A következő, amit szeretnék elmondani, amikor vége az istentiszteletnek, és ez vonatkozik a bejövetelre is, a másfél-két méter távolságot tartsuk be. Én azt hiszem, hogy a három ajtónál lesz idő bőven arra, hogy ezt a védő távolságot be tudjuk tartani. Az istentisztelet végeztével nem tudunk kezet fogni, azt tudjuk megtenni, hogy egymásra rámosolygunk és bólintunk egyet egymás felé, és kifelé menetkor is kérek minden testvéremet, hogy a fertőtlenítse a kezét. Azok, akik úgy érkeznek közénk, hogy vagyis már látszik, hogy egy kis köhögés vagy légúti panasz van, azokat szeretettel kérjük, hogy inkább halasszák a templomlátogatásokat egy héttel későbbre, nehogy maguk is, illetve másokat még jobban megfertőzzenek. Szeretném elmondani azt is, hogy a televízió, mint ahogy eddig, amit a helyről is szeretnék megköszönni a televízió stábjának, Krisztiánéknak, és mindenkinek, aki ebben dolgozott, fel fogják most is venni, csak ezt kedden, vagy szerdán, vagy hétfőn fogják levetíteni, erről természetesen híradással leszünk a gyülekezet felé. Legyen áldott az Isten, aki megőrzött bennünket ez alatt a 6-7 hét alatt, és nem történt nagyobb baj. Továbbra is kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, mert ahogyan halljuk, valószínű, hogy újra támadhat ez a vírus, hát reméljük nem fog, de jobb félni, mint megijedni. Amivel kezdtem néhány héttel ezelőtt, azt az igét szeretném a kedves testvérek szívébe, lelkébe megerősíteni,
nem a félelemnek, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a lelkét adta nekünk az Isten. Maradjunk továbbra is józanok, szeretettel egymás felé, az Isten felé, és adja a mindenható Isten azt a mindennapokra szóló erőt, amivel tudjuk mindazt hordozni, ami vár reánk a későbbiekben is. Köszönöm a városban lévőknek, a város vezetőinek is, és mindazoknak, akik adományt juttattak el szájmaszk vagy fertőtlenítős formájában az egyházközség, illetve a gimnáziumunk számára. Áldás, békesség, a jó Isten legyen mindannyiunkkal.